vadászati kiállítás, csapatépítés a Prohumánnál, református középiskoláért díj. Figyeljünk az utakra, több a munkagép. Jó estét kívánok! Önök a nagypunktsági híradót a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. július 15-én 18 óra 5 perckor. Az országos vadászati kiállításhoz kapcsolódva a Karcagi Nagykun Vadásztársaság Kunhegyesi úti vadászházánál megnyílt a vadászati kiállítás. Trófeákból, díjakból, archív fotókból és vadászati eszközökből a vadászok és a nagyközönség számára. Szepesi Tibor polgármester megnyitójában felidézte gyerekkorában vadász családtagjaitól hallott élményeit, melyek most a kiállítás képein a trófeákon visszaköszöntek. Van a családnak van egy olyan ága, aki komolyan foglalkozik vadászattal, úgyhogy természetesen ilyen szinten találkoztam már ezekkel, vagy ehhez hasonló trófeákkal. Tehát mindenképpen egyfajta gyerekkori élmény, amit a kiállításon visszatekint, vagy visszaköszönt rám. Tehát azok az aggancsok, azok a kitömött állatok, azok a különböző bőrök, fényképek, vadászati relikviák, puskák, táska, vadász kalap, tehát sok minden élmény fölmerült. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki nem találkozott a vadászattal esetleg eddig, vagy valamikor régen találkozott vele, vagy ne agyisten mai napig űzi ezt a nemes foglalkozást, hiszen a vadászat, ahogy mondtam, nem csak vadászat, hanem vadgazdálkodás. Tehát aki ezt a fajta tevékenységet folyamatosan végzi akár a mai napig is, szerintem mindenki megtalálja a neki tetsző kiállítási tárgyat, és olyan élménnyel gazdagodik, olyan élménnyel térhet haza, amely egyedülálló, én azt gondolom itt a környéken. Egyedülálló a környéken maga a Karcagi Vadásztársaság is, amely 1874-ben alakult, és azóta folyamatosan végzi a nagykunságban azt a vadgazdálkodási tevékenységet, ami a mezőgazdaságban dolgozóknak is nagy segítség. Munkájukat országos szinten is elismerik. Kimagasló munkát végeztek az eltelt időszakban. Nem csak régen, hanem napjainkban is óriási munkát végeznek, hiszen a legnagyobb apróvaddal rendelkező, egyik legnagyobb apróvaddal rendelkező vadásztársaság Magyarországon. Így azt gondolom, hogy komoly figyelmet és komoly munkát kell arra fordítani, hogy ezek az eredmények megszülessenek. Mint Húba Imre Csaba, a vadásztársaság elnöke köszöntőjében elhangzott, az 1874-ben 22 taggal alakult vadásztársaságnak ma már 4 brigádja van. Hagyományozás keretén belül a régi időszakból lévő fényképeket, vadászati eszközöket, azokat az eszközöket, amelyekkel még annak idején a vadász elődeink nagyon szépen eltöltötték a vadászati időt, és hát így a régi időszakban lévő vadász dinasztiákból gyűjtöttünk be vadászati eszközöket, fényképeket, amivel bemutatjuk a városnak, a környezetünknek azt, hogy hogyan fejlődött a vadásztársaság, milyen eszközökkel, milyen környezetátalakulással, illetve hogy tudtunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez. Ugye még a 1900-as évek elején, tehát ezredforduló után, még akkor kis magángazdaságok voltak, és ugye annak a vadgazdálkodásra történő hatása az teljesen más volt apróvadak szempontjából, és akkor a fő apróvad a nyúl volt, később kezdték el a fácán nevelni, és a fácán nevelés után az felszaporodott, a vadfácán később újra nevelés történt a vadászatok szempontjából, és hát a vízivad. Karcag egy hagyományosan jó vízzel ellátott terület, főleg a rizstermesztés kapcsán, a csatornázások kapcsán, a víztározások kapcsán, és így a vízivarvadászata is egy kiemelt tevékenységünk, ez kiemelt lehetőség, és európai hírű a vadállományunk össze, amikor a vadkacsa és a vadlibának a vándorlása történik, és akkor a lehetőséghez képest, annélkül, hogy kárt okoznánk a természetbe, bizonyos lehetőséget biztosítunk, ami a jó hírnövünket is viszi, a lehetőséget bemutatjuk, és hát a
Karcagváros közigazgatási területe a vadászterületünk. Ez európai hírű vadászterület. Apáról, sőt nagyapáról fiúra száll a vadászat iránti szeretet, tudomány. Sok karcagi, így a mi családunkban is, kezdte köszöntőjét Huba Imre, a megyei közgyűlés elnöke, aki 25 éve tagja a vadásztársaságnak. 12-13 éves lehettem, amikor egy téli hajtáson részt vettem édesapámmal, és nem csak az ő elbeszélései, hanem a személyes élményem is annyira erőteljes volt, hogy mindenféleképpen szerettem volna attól a perctől kezdve vadásszá válni. Ez eltelt jó 10 év, mire vadász is lettem, és ezzel az életformával együtt, a vadászattal együtt járó összes hagyomány, összes tudást, összes szokást édesapámtól, valamint Ábri Gyulától, keresztapámtól tanultam el, és amikor befogadott a vadásztársaság, akkor, amikor valóban sportvadásszá válhattam és teljes jókú taggá, akkor már 2 éve voltam hajtó, akkor már 2 éve voltam tagjelölt, és gyermekkoromtól kezdve, amikor csak hajtásra járhattam ki, és csak hajtó lehettem, már akkor terheltek a vadászok, már akkor egy kicsit úgy foglalkoztak velem az idősebb vadászok is, hogy talán ebből a gyerekből majd egyszer tag lesz. Büszke arra, hogy édesapjának és az NVT elnökségének sok vadászattal kapcsolatos módosító indítványa volt, amit aztán a törvényalkotó is megfogadott és beépítette vadgazdálkodási törvényébe. 2017-ben életbe lépett vadászati törvénnyel kapcsolatosan is számos olyan módosító indítványa volt édesapjának és az elnökségnek, amelyet utána jó szívvel megfogadott a jogalkotó, hiszen innovatívak voltak, a vad gazdálkodás fenntarthatóságát mind eredményesség szempontjából, mint pedig jogilag megalapozta, a tulajdonosi érdekeket, a földtulajdonosi érdekeket markánsabban megjelentette, a vad gazdálkodók érdekeit pedig sikerült bizonyos módon szintén megerősíteni, és annak is egy védelmet találni, tehát mindenki egy win-win alapon jól járt, vagy jobban járt, mind a földtulajdonos, mind a vadgazdálkodó jobban járt a törvény átalakítása során, és ez valóban voltak javaslatok, valóban a vadgazdálkodás, a vadélője fenntartáshoz fűződő pályázatok során is voltak javaslatok, de ezt egy nagyon jó csapatban tudják megbeszélni édesapámék, és az elnökség kivétel nélkül abban a nemes célban érdekelt, és abban érzi magát kompetensnek, hogy javítsa a területen az összes mutatót, a vadállományban, a fenntartó képességben, az eredményességben, miközben a vadkár az maradjon egy elviselhető mértéken belül. A kiállítás évvégéig munkanapokon látogatható, csoportoknak előzetes egyeztetés után tárlatvezetést is tartanak a vadászok. A karcagi értékekkel, hagyományokkal ismerkedett csapatépítő céllal a Prohumán csapata. Üdvözlöm Mertlik Rajmondot, a Prohumán Kft.-nek a rehabilitációs vezetőit. Itt vagyunk Karcagon, és itt a birkafőzés napján is a csoportnak egy különlegességgel készültek számolva nekünk. Erről mi volt ez? Hát csapatépítő jelleggel a tradicionális karcagi birkát készítették el a dolgozók, és hát minden egyéb süteményekkel készültek, még a karcagi nevezetességgel, a Ferdinánddal ugye. A csapatépítőn kívül miért tartottátok fontosnak, hogy összegyűjjetek? Hát a birka pörkölt ünnepének alkalmán kívül és a csapatépítésen túl jelen vagyunk egy standdal a város szívében, a művelődési háznál, és elindítottuk a toborzásunkat, egy nagy fejlődés előtt állunk, és várjuk szeretettel az összes megváltozott munkaképességű munkavállalót kellemes környezetünkbe. Nyilván itt ugye beszéltünk a birka pörkölt napjáról, beszéltünk arról, hogy egyfajta pakoló standal is részt vesztek most a mai napon. Egy kicsit kapcsolódik nyilván az, hogy egy csapat vagytok, csapatépítő, és a birkafőzés kapcsán ugye a hagyományőrzés, amely ilyenkor talán kidomborodik. A ti kis közösségetekben hogyan valósul ez meg, és miért fontos, hogy ha valaki ugye a csapatotok tagjává válik, ezt a szellemiséget elsajátítsa? A csapatunk tagjainál nagyon-nagyon fontos, tehát karcaggal együtt élve, lélegezve, és a helyi hagyományőrzést, szokásokat
ugye megismertetik velünk, mert hát az ország minden pontjáról szoktunk érkezni cégen belül, és ugye megismerjük itt a Hortobágy nevezetességét, és minden egyéb népművészeti készítményeket és szokásokat is. Én itt szónokiként egy kicsit közelebb vagyok, de számomra is új. A ballagási ünnepségen vette át Pataki Máté a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C osztályosa eredményes tanulmányi és sporttevékenységért a Karcagi Református Középiskoláért díjat nagy tiszteletű Koncz Tibor esperestől és Tóth Barna igazgatótól. Számos alkalommal vett részt a matematika és orosz tantárgy megyei és országos megmérettetésein. A dr. Hajdú Muharos József országos református földrajzi tanulmányi verseny országos döntőjében második lett. Atlétikában, a református országos bajnokságon és a Diák Olimpia megyei döntőjén is felállhatott a dobogó legmagasabb fokára. A kosárlabda csapat meghatározó játékosaként, megyei bajnokként ott volt az országos Diák Olimpiai döntőben is. Osztályfőnökétől, Kisari Katalintól egy nagyon jó közösséget kapott, tanáraitól pedig jó alapokat a tantárgyakból, így matematikából, amire neki a tovább tanulásnál is szüksége lesz. Egy nagyon jó közösséget, hiszen az osztályunk egy nagyon jó közösséget képvisel, és hál' Istennek az osztályfőnökünk is olyan hozzáállású volt az osztályunkhoz, hogy nagyon jól összeterelt minket gyakorlatilag, illetve szerintem nagyon jó alapot kaptunk a fontosabb tárgyaink terén, tehát például nekem fontos lesz a matematika és a fizika a továbbtanulásnál, és ez egy nagyon jó alapot kaptunk. Gépészmérnöki karra készül, ezen a vonalon képzeli el a jövőjét. Hál' Istennek vannak, akik szintén ugyanarra az egyetemre jelentkeztek, ahova én, meg ráadásul szaktársaim is lesznek, úgyhogy teljesen jó lesz. Már lesz egy jó alap baráti társaságunk, ami szerintem a tanuláshoz is nagyon fontos lesz. A digitális oktatás alatt is szorgalmasan tanult, próbál alaposabban felkészülni, hiszen erre a tudására az egyetemen is szükség lesz. Igyekeztem minél jobban, mert hiába digitális oktatás, meg sokan próbáltak mondjuk kikerülni kiskapukkal egyes dolgozatoknál a dolgokat, de úgy próbáltam mindig ezeket minél alaposabban megcsinálni, minél jobban felkészülni, mert ugye későbbiekben ezt fogjuk használni. A térségünk földjein felgyorsult az aratás, ezért gyakrabban közlekednek a közutakon mezőgazdasági munkagépek és vontatók. Az idén csaknem 1,5 millió hektáron aratnak, ami az ország területének 16%-a. Az őszi árpa nagy részével már végeztek, az őszi káposzta repce, az őszi búza betakarítása nemrég kezdődött, a rozs, a tritikáli, a tavaszi árpa és a zab ezután következik. Az aratás még 3 hétig tarthat, ezért a térség gazdái türelmet és körültekintést kérnek azoktól, akik vezetés közben kombájnnal, traktorral, szállítójárművel találkoznak. A munkagépek, mint tapasztalhatják a közlekedők, lassan haladnak, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. Mezőgazdasági járművel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja. A mezőgazdasági munkákra használt lassú járművek óránként maximum 25 kilométeres, mezőgazdasági vontatók legfeljebb 40 kilométeres sebességgel mehetnek. A jelzőfényeknek nem szabad takarásban lenniük, a kombájnokról pedig le kell szerelni a vágóasztalt. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!